Visszamegyek az oklevelekért. Ez lehet? Jó. Sziasztok! Köszöntelek titeket az Örökség Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál díjkiosztó gáláján. Amíg a Sly elhozza az okleveleket, addig kiosztanánk az emléklapokat. Olvasom az együttes nevét, és akkor kérem, hogy valaki fáradjon fel a színpadra, hogy át tudjam adni neki. Először a Zselic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dönöge csoportjából kérek szépen valaki. Szintén a Zselic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ördög Cérna csoportjától kérek szépen. A Zselic Tánc Együttes is kap egy emléklapot. Zselic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hajadonna csoportja. És szintén a Zselic Művészeti Iskolából a Csiperke csoport. Aztán áttérünk Komlóra. Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pipitér csoportja. Aztán a Pöndöly Néptánc Együttes. Szintén Komlóról a Pici Pöndöly Tánc Együttes. A kalocsai Big Fits csoportól van-e itt valaki? Azért abszolút. Balatonföldvári Tengelice csoport. A Mohácsi Zora Tánc Együttes Zora Gyerkőc csoportja. Sátorhelyi Gyermekvédelmi csoport. Aztán ismét Komlóról a Kis Pöndöly Néptánc Együttes. Majd az Ifi Pöndöly Néptánc Együttes.
Együtt Árpád Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Peperice csoportja. Sincsenek itt? Jó. És a Pécsi Anatoli Tánc Együttes, ők itt vannak? Itt vannak. Adnám a szót a zsűri elnökének, Sikertán Szilveszternek. Köszönöm szépen, valóban csodás napon vagyunk túl, ismételten. Sok helyen megfordulok, ugye az országban, ezt már említettem. Egyébként mai napon ugye itt vagyok Komlón, és a holnapi napon például Hajdúböszörményben megyek, a Hajdúböszörményi Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztiválra. Tényleg folyamatosan az ember úton van, és nagyon nagy öröm, hogy ennyi fiatalt lehet látni, aki úgy dönt, hogy azt, ami igazán az övé, a saját maga kultúráját választja a hobbiának, annak a szabadidős tevékenységnek, amellyel elinten is tudja, hogy mekkora értéket kap, és aztán mekkora értéket őriz és visz át a túlsó partra, ugye? És milyen értéket fog teremteni, hogyha esetleg úgy dönt, hogy ebben a nevezzük szakmának, hiszen hát a szakma nem szakkör, Provászka Béla mesterség barátok szokta ezt mondani. Tehát ha ebben a szakmában úgy dönt, hogy elkezd tevékenykedni, akkor ezen közösségekből elindulva egy fantasztikus életutat tudhat magáévá. És azért ne felejtsük ki, hogy a magyar nyelv mellett a magyar zene és tánc ez egy olyan nyelvezetet képez, olyan nyelvezetet képvisel, ami nagyon sokat segíthet egy fiatalnak. Tegyük fel, hogy az ország egyik végéből elköltözik, mondjuk Komlóról elköltözik Vásárosnaményba, és ott van egy táncegyüttes, van egy táncos közösség, akkor már is talált magának 30-40-50 embert éppen a közösség mértékétől függően, akivel egy nyelvet beszél, a tánc nyelvét, és már is könnyebben talál barátokat, könnyebben tudja az életét továbbvinni. Még egy dologról hadd beszéljek, itt gyereknek, pedagógusnak és szülőnek egyaránt mindháromnak jár a köszönet, mert ez a hármas egység az, ami képezi azt gondolom jelen pillanatban a magyarországi gyermeknéptánc és ifjúsági néptáncnak az erejét, a magját, és sose felejtkezzünk el azon túl, hogy ezek a gyerekek az előbb említett módon tanulnak, direkt nem mondom azt, hogy őrzik és azt, hogy ápolják a hagyományt, ugye Sebő Ferenc Kossuth-díjas népzenészű mondta, hogy nem kell őrizni, mert nem rab, és nem is kell ápolni, mert nem beteg. Ez valóban így van, úgy és újra meg kell tanulni, és át kell adni az utána jövő generációknak. Tehát a gyerekek kapcsán már említettem pár dolgot, a szülők kapcsán nagyon fontos, hogy az a szülő, aki azzal is erősíti ezt a fajta egészséges, nem szájtépéssel megvalósuló magyarság tudatot, amely a kultúránkban leledzik, és ezzel egy megfelelő irányba és megfelelő közösségbe tereli a gyermekét. Azt gondolom, hogy ez a szülő mindent megér, megérdemel mindenféle köszönetet, mindenféle tiszteletet mindenkitől, a gyermektől, én tőlem mondjuk ennek az egyesületnek az elnökétől, és azoktól a pedagógusoktól, akiknek aztán a kezébe adja a gyermeket. Mert azért valljuk be, hogy egy néptánc pedagógus, azon túl, hogy megtanítja táncolni a gyermeket, azon túl, hogy a közösségbe beleneveli, azon túl egy nagyon fontos személy. És múltkor megkérdeztem pár gyereket, aki táncol, hogy ha mondjuk elvesztené a lakáskulcsát, és nem érné el a szüleit, akkor kit hívna fel először? És azt mondta, hogy a tánctanárát. És szerintem ez nagyon sokunkkal így van. Így van? Nagyon jó. Maradjon is ez így, mert ez azt jelenti, hogy ez a hármas egység működik. A gyerek táncol, azért, mert a szülő elindította az úton, azért, mert gyerek és szülő egységesen megbízik a pedagógusban, és a pedagógusnak ez erőt ad ahhoz, hogy még hosszú-hosszú éveken át tanítsa, fejlessze a gyermeket, és ezzel örömet okozzon a szülőnek. Remélem, hogy ez a hármas egység ma is itt erősödött, és bízunk benne, hogy mi ez a hármas egység is hozzá tudott tenni a mai naphoz valamit, ez pedig ki fog derülni. A minősítések kapcsán csak egy mondatot hadd mondjak, hogy
azzal, hogy mindenki minősült a mai napon, mindegy, hogy bronzot, ezüstöt, aranyat vagy kiemelt aranyat kapott, ez azt jelenti, hogy azt a szintet, amit ezen a színpadon el lehetett érni, azt el tudta érni, és az már mind kiemelkedő, hisz abban az esetben, ha valakinek ez nem sikerülne, a zsűrinek az is a feladata, hogy ezt elmondja, és esetleg csak egy részt vett emléklappal igazolja, de ilyen ma nem történt. Úgyhogy én mindenkinek gratulálok, szülőnek, pedagógusnak, de elsősorban nektek gyerekek, az Isten áldjon meg benneteket, kiosztom most azok neveleket. Ez rímelt is, de jó? Össze-vissza vannak itt ezek az oklevelek, sose lehet tudni, hogy milyen minősítés következik. De mai napon a Komolyi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztiválon a Zselicami Hajadonna csoportja Szennából aranyminősítést nyert. Balatonföldváról érkezett hozzánk a Tengerince csoport, bronzminősítést nyertek. Még kell a taps, mert hosszú a kérdés. Erkel Ferenc, ami Pici Pöndöly Néptáncgyűjtes Komló, ezüst minősítést nyert. Zora Tánc Együttes Zora Gyerkős csoport Mohács bronzminősítést nyert. Big Fizz csoport Kalocsa aranyminősítést nyert. Ők már elmentek. Erika megijesztett, mert ugye rá van írva, hogy Komlói Regionális Fesztivál, azt mondja, nem, az Komló, Komló! Nem Komló. Mindegyik erre rajta van, hogy Komló. De most Komló, mert hogy Erkel Ferenc, ami Pöndöly Néptánc Együttes Komló, kiemelt aranyminősítést. Komolyi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztiválon. Az Együd Árpád, ami Peperice csoportja Kaposvár, bronzminősítést nyert. Jól emlékszem, ők is már elmondták. Komolyi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztiválon Antoli Táncegyüttes Pécs bronzminősítést nyert. A Zselic, ami Dönöge csoport, Szenna, kiemelt aranyminősítést. Komlói Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztiválon Zselic, ami Ördög Céna csoport Szenna aranyminősítést nyert. Ismételten egy Zselic, ami méghozzá Csipelke csoport Szennából aranyminősítést nyert. A Sátorhelyi Gyermeknéptánc csoport Sátorhelyről bronzminősítést nyert.
Következőkben Zselis Tánc Együttes Szönna a kiemelt aranyminősítésnek. Erkel Ferenc, ami Pipitér csoport komló aranyminősítés meg. Erkel Ferenc, ami Ifi Pöndöly Néptánc Együttes komló aranyminősítés meg. Erkel Ferenc, ami Kispöndöly Néptánc Együttes komló aranyminősítés nyert. És zsűritársaimmal a mai napon még két külön díjat is kiosztunk. Az első külön díj mellé egy 20.000 forintos Ez egy 20.000 forintos díj, amelyet az Örökség Gyermeknépészeti Egyesület elnökeként ajánlok föl a zsűri nevében. A legkiemelkedőbb koreográfiai alkotásért téged óhajt az én szívem, a Zselis Tánc Együttes Szönna. Illetve egy 40.000 forintos különdíj, szintén az Örökség Egyesület jóvoltából. A legkiemelkedőbb műhely munkáért a mai napon a Pöndöly Néptánc Pöndöly. Szeretném megköszönni először is a résztvevők nevében a zsűrinek a mai koncentrált munkáját. Egy nagy tapsot azt gondolom, hogy ők is. Még egy utolsó hajrá vár rájuk, ugyanis 10 perc múlva a KH-ban, a Deák Zsuzsa teremben várják a csoportok vezetőit a szakmai beszélgetésre. Szeretném megköszönni szintén a részvevők nevében a komlóiaknak ezt a profi szervezést. És a nézőknek, hozzátartozóknak és a táncosoknak is köszönöm szépen, hogy együtt osztozhattunk a mai nap folyamán a néptánc örömében. További szép estét kívánok nektek, és találkozunk legközelebb ugyanitt. Sziasztok!